Átadták a boldog Bogdánffy Szilárd nagyváradi római katolikus vértanúpüspökről elnevezett a hit szolgálatában egyházmegyei érdemérmet. A főesperesek testülete és az erre kijelölt bizottság idén Kosztándi Mihályt, a Micskei Egyházközség gondnokát tartotta érdemesnek a kitüntetés elnyerésére. A díjat 2012-ben alapította Böcskei László megyés püspök. Az érem erről szól, ugye két ugye alappillért határoz meg Szent Lászlót, ugye aki egyházmegyénk építője, és ott van Bogdánffy Szilárd, az áldozatvállaló, aki ugye az áldozatával tett nagyon sokat az egyházért és az egyházmegyért. Bogdánffy Szilárd 1911. február 21-én 109 éve született, és 1949-ben titokban szentelték nagyváradi püspökké. Egyháza iránti elkötelezettsége miatt letartóztatták, bebörtönözték, amiért nem volt hajlandó a kommunista román államhatalom igájába állni. A Micskei Kosztándi Mihály 1954. november 26-án született déván, ferences szerzetesek és nagyapja ültették el benne a hit magját. 35 éve a Micskei Egyház gondnoka. Mindenki keres barátokat magának, akikre támaszkodott, hogyha bajban van, és hogyha a Jóisten a barátja, és abba bízik, akkor az egy biztonságot jelent az életbe. És ehhez hozzátartozik az imádság, ami én úgy megvallom és tapasztaltam is, hogy a legnagyobb erő az imádság. Kosztándi Mihály a továbbiakban is folytatja áldásos tevékenységét, szolgálatát, díját pedig felajánlotta mindazoknak, akik meghatározták előrehaladását az üdvösség felé vezető úton.